Business menü Bombera Krisztinával. Örülök, hogy újra kérdezhetlek benneteket, Bori, téged ezúttal az év menedzsere életműdíj díjazottjaként. Gyuri, téged pedig az év menedzsere a társadalomért külön díj díjazottjaként. Ezt a díjat egyébként Bori korábban megkapta. Nem véletlen, hogy titeket együtt szeretnélek most a nézőknek egy kicsit bemutatni, hiszen az értékrendetekben nagyon-nagyon komoly átfedések vannak, annak ellenére, hogy az életutatok nagyon színesen különböző. Teljesen nyilvánvalóan társadalmi felelősségvállalásról és életműről szeretnélek titeket kérdezni, arról, hogy miért fontos az, hogy az ember olyan nyomot hagyjon maga után a világban, amire méltán büszke lehet, hogyan lehet ezt elérni, és hogy egyáltalán miért fontos az, hogy piaci szereplők, vállalatvezetők tegyenek a közért, a társadalomért, azokon a feladatokon, felelősségeken túl, amik adják magukat, befizetik az adójukat, és végzik a cég gyarapodásáért a feladataikat. Hiszen ez sem olyan axiomatikus feltétlenül a nézőknek. Hadd kezdjem veled, Bori, miért fontos ma Magyarországon szerinted, hogy cégvezetők, cégek tegyenek a társadalomért? Ez szerintem mindenhol a világon fontos, és erre tulajdonképpen a Hungarian Business Leaders Forum nagyon jó példa, amit 30 évvel ezelőtt Károly Herceg azért alapított, és egy globális szervezet, hogy a társadalmi felelősségvállalásnak a különböző stádiumába segítse a különböző országokat. Több évtizedes vezetői pályafutása során számos magas szintű pozíciót töltött be első magyar nőként. Dolgozott többek között New Yorkban, Washington DC-ben és Afrikában, valamint London mellett számos helyen Európában. Londonban EY közép-kelet-európai vezérigazgató majd első női nagykövet volt, ahol 2008-ban City of London szabad polgárává avatták. A harmadik Károly brit király által alapított HBLF igazgatósági tagjaként és elnökeként az elmúlt 30 évben irányító szerepet vállalt értékteremtő kezdeményezések megvalósításában. Pályafutása során több 100 millió dollárnyi befektetést hozott Magyarországra, számtalan igazgatósági felügyelőbizottsági feladatot látott el. Jelenleg a Mezőhegyesi Ménes Birtok és Tangazdaság igazgatósági tagja, a Forage NRT tanácsadó testületének elnöke, a Gyesev ZRT igazgatóságának tagja. A Menedzser Szövetség és a Granite Bank ZRT 2022. évi közös év menedzsere életműdíj kitüntetettje, Czakó Borbála. Tehát én azt gondolom, hogy van egy állami rész, meg van egy privát rész, és a privát szektornak is van egy szerepe abban, hogy az éppen aktuális például a fenntarthatóság, környezetvédelem, roma kérdés, tehát egy csomó olyan kérdés van, amit nekünk, cégvezetőknek kell követni. Gyuri, a rendszerváltás óta látod a társadalmi felelősségvállaláshoz való hozzáállást a piaci szférában. Milyen változást látsz a cégekben, a cégvezetők világában, és milyenek a trendek ma? Hol tartunk most szerinted? Egyrészt szerintem, hála Istennek, nagyon jelentős pozitív változás van, aminek több oka van. Napjaink egyik legnevesebb közgazdásza, aki már diákként aktívan részt vett a hazai piacgazdaság és a tőkepiac intézményeinek indulásában. A Concord értékpapírt 1993-ban alapította társaival, később a budapesti értéktőzsde tőzsde tanácsának tagja, majd a részvénytársasággá alakult tőzsde első elnöke volt. Vállalat vezetői és szakmai tevékenységén túl számos non-profit szervezet munkáját támogatja, az ő nevéhez fűződik több alapítvány indulása. Legaktívabban az Autistic Art alapítvány munkáját segíti, amely azzal a szándékkal jött létre immáron több mint 16 éve, hogy autisták számára segítsen emberi élethez méltó körülményeket teremteni. Jelenleg a Concord ZRT igazgatóságának elnöke, emellett több felsőoktatási intézmény rendszeres előadója, szakkönyvek, képzési anyagok és tanulmányok szerzője. A Menedzser Szövetség és a Shell Hungary ZRT 2022. évi közös év menedzsere a társadalomért különdíj kitüntetettje, Jaksi György. Egyrészt a nemzetközi vállalatoknak a globális vállalati kultúrájából fakadó és itt alkalmazott felelős vállalati működés politikái jelennek meg, amelyeket utána tudnak alkalmazni magyar vállalkozások is. Másrészt a sikeres magyar üzletemberek, vállalkozók, akik a saját vállalataik erőforrásaiból gazdálkodva támogatnak jó ügyeket.
felelősebben reagálnak a környezetükre, tehát lehet, hogy az első pár év arról szól, hogy felhalmozni, de előbb-utóbb szerintem minden épp elmű üzletember rájön, hogy nem jó egy olyan közegben élni, ahol lehet, hogy ő sikeres, az ő családja jól él, de egyébként a társadalom jelentős részének súlyos problémái, hiányosságai vannak. Használtál egy kifejezést, társadalmi vállalati politikák? Azt hiszem, hogy ezt a szót, ugye a policy szót magyarra fordítván. Menjünk bele a konkrétumokba. Látsz-e, Bori, olyan best practice-eket, jó gyakorlatokat, felelősségvállalási politikákat, amiket jó lenne még jobban meghonosítani Magyarországon, amiket érdemes nagyon látni? Van-e egyáltalán olyan, hogy megfelelő mód, megfelelő praktika társadalmi felelősségvállalása? Én azt mondom, egyrészt ez az emberi oldalról jön, tehát minden vezető különböző, és mindenkinek más fontos. Tehát vannak azok a vállalatok, ezek a multik, akiknek mondjuk van egy globális céljuk, és vannak a magyar vállalatok, akiknek pedig inkább az, amit ők látnak a saját közvetlen környezetükben is probléma nekik, hogy arra fókuszálnak. Ilyen külön best practice szerintem nincs, de az, hogy a különböző vállalatok egymástól tanuljanak, az van. Hát szerintem erre nincs se írott, se íratlan szabály, ez valahogyan a vállalatoknak a belső, egyrészt a DNS-éből kell jöjjön, a vállalatnak ez egy nagyon fontos építőeleme kell legyen, ezt nem lehet ráoktroyálni se egy vállalatra, se az ott dolgozókra, tehát hogyha ez nem jön, most ez furcsa hangzik, de szívből egy vállalatnak is lehet szíve, egy vállalat is egy élő organizmus, akkor az nem fog működni. És ez fontos szerintem egy komoly kihívás a nemzetközi cégeknél, hogy valahol egy távoli központban létrehozzák ezeket az alapelveket, és akkor azt mondják, hogy így kell működni itt is, meg Kuala Lumpurban, meg mondjuk Santa Fe-ben. Hát ez nem szokott így működni ugyanúgy, hiszen nagyon eltérő a társadalmi közeg, a kultúra, a hagyományok. Tehát a siker szerintem azon múlik ezekben az esetekben, hogy sikerül-e a hazai vagy a helyi viszonyokra adaptálni, az egyébként globális szinten nagyon helyes kereteket. Aki ma Magyarországon ilyet szeretne kezdeni, még nem tett, hogyan kezdje és mit ne csináljon? Hát ez nagyon nehéz, mert amit a Gyuri mondott, hogy tulajdonképpen ez az emberből fakad. Tehát attól függ, hogy az a vezető, aki annak a cégnek az élén áll, vagy az a csapat, aki ezeket a vállalati politikákat megkeresik, ezek mind ilyen saját döntéseket hoznak azokkal a kérdésekkel, amik ő hozzájuk közel állnak. Például a roma kérdés, például a megváltozott munkaképességűek, vagy olyan mondjuk a kultúra támogatása, tehát ez mindig az emberből fakad. Tehát olyan, hogy mit ne csináljon, vagy mit csináljon másképp, én olyat nem tudnék mondani. Én azt mondom, hogy mindenki csináljon valamit, és akkor azzal a társadalmat segítsük. Egy értékítélettel kezdtem tulajdonképpen a beszélgetést, azt állítottam, hogy az embernek fontos, vagy jó, ha fontos, hogy milyen nyomot hagy maga után a világban, és hogy arra büszke lehet-e. Ugyanakkor nagyon eltérő, hogy mit gondolunk értéknek, mit tartunk értéknek a szemléletünk, pozíciónk, lehetőségeink alapján, és tudnánk ezt folytatni. Számotokra mit jelent az, hogy életmű? Én azt gondolom, hogy mindenkinek van életműve. Az én édesanyám a 4 gyerek felnevelésével azt gondolom, hogy egy életművet tett le az asztalra. Én mondjuk a vállalati szférába csináltam egy olyan életművet, amire én büszke vagyok. Gyerekek terén is csináltál életművet, hadd tegyem hozzá. Hát igen, de én nekem nem 4 gyerekem van, hanem csak 2. De ugyanakkor, amit szoktam mindig mondani, hogy rájuk vagyok a legbüszkébb, tehát őket tartom a legnagyobb sikeremnek. Abszolút egyetértek Borival, tehát mindenkinek van életműve, mindenkinek a saját élete a saját életműve, és alapszinten, amikor ezen gondolkozunk, erről beszélünk, akkor szerintem nincs helye megkülönböztetésnek, mert mindenkinek a maga életműve a fontos. A másik pedig az, hogy ha az ember gondolkodik, mint ahogy most mi el vagyunk gondolkodtatva erről a kérdésről, hogy mi van az életművel, akkor ne az vezérelje, hogy majd hogy fognak rá visszagondolni, hogy jaj, hát a Gyuri az szuper, nagyon klassz volt, és mi mindent, és hát milyen életmű. Tehát nem ez a cél. Az a cél inkább, hogy saját magunkkal békében éljünk, tehát ne azért gondoljunk, hogy milyen életművet hagyunk hátra, hogy akkor
ahogy ugye régen mondták, hogy a lovakat, szolgálókat és éptárgyakat nem temetik az ember mellé, hát az életművet sem. Tehát inkább az a célja, hogy ha ez például tud szolgálni azon túl, hogy a saját lelki békénket szolgálja, akkor ez a legfontosabb küldetés, hogy ami jó, ebből kivehető, ami pozitív példaként odaállítható mások elé, akkor ez hasznosuljon tovább. Nagyon fontosnak tartom, hogy mind a ketten azt emeltétek ki helyből, hogy életműve mindenkinek van. Pozíciótól, lehetőségtől, helyzettől függetlenül. Ha tesz érte, magyarul, ha akar nyomot hagyni, és büszke akar lenni arra, amit az életében tett. De azért a vezetőknek nagyobb a lehetősége, felelőssége, az erőforrások feletti döntési helyzete. Úgyhogy potenciálisan, ha már életműről beszélünk, vezetőknek még nagyobb a felelőssége? Az én esetemben egyébként az élet hozta így, az én felelősségemet abban látom, hogy minél több női vezető kerüljön pozícióba. Tehát nekem volt egy olyan élet, vagy van egy, nem tudom, hogy volt, van, de hogy van egy olyan életművem, ahol én négyszer vertem át az üvegplafont, most pont az életműdíjjal kapcsolatban számoltam meg, mert hogy a Világbankban vezető voltam, az Ernst & Young-ban vezető voltam, első nagykövet voltam, tehát, hogy egy csomó, és elsőként kaptam meg nőként ezt az életműdíjat, tehát azt hiszem így megvan a négy. De hogy az a lényeg, hogy a nagyon sok nő jön oda hozzám, és azt mondja, hogy azért örül, hogy én ezt megkaptam, és azért örül, hogy lát, mert hogy tehát reményt ad neki arra, hogy ő is karriert tud csinálni. Még épp csak, hogy indítottuk a Concordot, és a kollégáim interjúztattak, akkor voltunk 6-7, tehát nem egy nagy létszám, egy új jelöltet, és akkor kérdezte fel, hogy hát mennyit kell dolgozni. És akkor mondták neki, hogy nézd, a Gyuri két gyermekes család, apa itt ül este 7-ig, 7:30-8-ig, nincs pofánk hazamenni előbb. Soha nem volt senkire ráugtra elvégként a Concordból, hogy hány órától hány óráig legyen bent. Tehát, hogy szerintem a példamutatás az nagyon fontos. Tehát azt lehet elvárni magunktól, másoktól és attól a közegtől, amiben élünk, amit mi magunk is hajlandóak meghozunk áldozatként. És akár az életműről beszélünk, vagy pedig a társadalmi felelősségvállalásról, nem az nagyon fontos, hogy ha egy vállalatod áll egy ügy mellé, akkor az ne a vezető vagy a vezetőség legyen, hanem folyamatosan be tudja bevonni a munkatársait. Tehát az egész közösség érezze a magáénak. És nekem is a legnagyobb sikerélmény nem önmagában az egy, hogy mennyi fontos ügy mellé állunk folyamatosan oda, hanem hogy hány munkatársamat tudom ebbe folyamatosan bevonni, hányan jönnek maguktól, hogy tudnának ebben részt venni, mert ekkor vagyunk, mint közösség jelen ezzel a feladattal. Hadd repüljek veletek madár távlatba globális kérdésekről, hadd fogassalak titeket. Gyuri, nagyok a viták arról, hogy milyen irányba tart a világ. Sokan mondják azt, hogy egyre nagyobb a társadalmi igazságtalanság, az egyenlőtlenség, egyre aggasztóbbak a kihívások, és egyre kisebb esélyünk van azoknak a megoldására. Mások azt mondják, hogy ne csak ezeket a trendeket nézzük, hanem azt is, hogy egyre kevesebb ember él nyomorban, egyre többeket emelnek ki mély szegénységből, egyre több ember gyógyítanak meg betegségekből, vagy óvják meg őket azoktól. Ne csak a rosszat lássuk. Neked mi a véleményed, mi a legaggasztóbb számodra, és mi ad okot optimizmusra? Szerintem egy nagyon aggasztó téma van, ez a globális felmelegedés, illetve klímaváltozás. Egyrészt már viszonylag jól előrejelzhetően, sőt, hát ha kinézzünk az ablakon, látjuk, hogy ez történik, tehát ahhoz nagyon ostobának kell lenni, hogy valaki azt mondja, hogy teljesen kizárt, hogy valami zajlik. Tehát egyrészt látjuk, hogy ennek milyen káros hatásai vannak, másrészt nem látjuk, hogy ez mitől állna meg, hiszen jól láthatóan a 2050-es zéró emissziós vállalások nem fognak teljesülni, ha másért nem az utóbbi idő geopolitikai feszültségei, ukrajnai háború, ezzel összefüggő, illetve ettől függetlenül is létező energiapolitikai, energiapiaci feszültségek sajnos mind abban az irányba mutatnak, hogy zéró emissziótól nem, hogy hát inkább távolodunk, mint közeledünk. De ez az egy szerintem mindenkit érintő problémája az emberiségnek, ahol egyenre kudarcot vallottunk.
szinte minden más területen, és ezt számok bizonyítják, tehát ez nem vita téma, komoly előrelépés lehetett elérni, és a világon nagyon kevés olyan hely van, ahol ezt az előrelépést nem látjuk, vagy nem tudjuk bizonyítani. Lényegében szubszaharai Afrika az egyetlen régió, ahol még mindig nagyon-nagyon súlyos problémák vannak, és ezek az elmúlt évtizedekben nem tartottak lépést a világ fejlődésével. De mindenhol máshol, akár kapcsolódok, ha Bori által említett a nők helyzete a vezetésben, a politikai vezetésben, a képviseletben, tehát parlamentekben jelentős előrelépés van. Az üzleti világban csak körül kell nézni, és az ember látja ezt a pozitív tendenciát. De mondjuk az írás tudás, az egészségügyi ellátás, az általános oktatás színvonala még a leginkább fejlődőnek tekintett régiókban is jelentős fejlődésre ment keresztül. És hát vicces belegondolni, hogy már az én születésemkor, tehát a 60-as években az átlag amerikai komfortosabb életet élt, mint előtte 100 évvel a New York-i arisztokrácia. Ugye nyilván benne van a technológiai fejlődés is, nem csak a jövedelmi és életszínvonalbeli változások. És hát ehhez kapcsolódik most föl az a több mint 1 milliárd ember, aki szintén az én életemben, a fejlődő világban a szegény sorsból, vagy alsó középosztályból a középosztályba lépett föl. Tehát szerintem a fejlődés az szemmel látható, számszerűsíthető és megállíthatatlan. Vitatkoznék veled annyiban, hogy ez vita téma-e, hogy stagnálunk, javulunk vagy romlunk, mert az tényszerűen igaz, hogy mások radikálisan másképp gondolják, mint ahogyan most te ezt elmondtad, de azokat az érveket majd most akkor máskor fogjuk meghallgatni. A Financial Times-ra jelent meg nem olyan régen egy cikk, és az azt mondja, számok alapján statisztika, hogy Európa az a luxus cikkeknek az iparára épülve gyakorlatilag nem a versenyképességét csökkenti, és Amerika például az információ technológiára építve sokkal inkább az innovációra alapoz. Tehát, hogy Európa nem biztos, hogy a jó irányba megy. Én azt gondolom, hogy ez az olló a szegények és a gazdag között nagyon erősen polarizál, és hogy ez sem egy jó irányba. A nagy cégek azok nem feltétlenül fizetik meg azokat az adókat a különböző országoknak, amit kellene, például a Facebook, meg ilyen globál cégek, és hogy ez a társadalmi igazságtalanság, ez romlik. Már is megtaláltuk a vita témát. Zoomoljunk egy kicsit Magyarországra, a hazánkra. Magyarországon mi az, ami számodra leginkább okot ad optimizmusra, és mit találsz a legaggasztóbbnak, Bori? Hát a legaggasztóbbnak most ugye mi nekünk van a Romaster programunk, a roma kérdést, a felzárkóztatást, az, hogy a munkaerőpiacra be lehessen vonni azokat az embereket, akik, és az oktatás révén, akik egyébként nem jutnának megfelelő oktatáshoz. A jó oldalon azt gondolom, hogy nagyon sokat teszünk a nők mentorálásáért azért, hogy ők vezető pozícióba kerüljenek. A Menedzser Szövetségnek van mentorprogramja, de a HBLF-nek van mentorprogramja, és ezek nagyon-nagyon pozitív előrelépést adnak a női vezetőképzésben. Most kimondottan a női vezetőkre gondoltál, nem általában a nők pozíciójára? Hát most ugye a mentorprogram az a női vezetőket támogatja. Egyébként a nők generálisan azt gondolom, hogy napról napra jobb helyzetbe kerülnek. Én azt gondolom, hogy Magyarországon a legfontosabb és legpozitívabb az, hogy bekapcsolódtunk a globalizált világba. És ez a fiataloknak egy olyan lehetőséget ad, hogy bármilyen háttérből is indulnak magyarként, ami nem biztos, hogy minden esetben erősíti az élet lehetőségeiket, de nem kivatkozhatnak erre, hiszen előttük van a világ, be vannak kapcsolva, bárhova mehetnek tanulni, dolgozni, nyilván nem bárki, tehát nem mindegy, hogy milyen családi háttérből indul valaki, de a lehetőségek teljesen mások, mint mondjuk az én generációmnak volt ebből a szempontból. Tehát mi nagyon lokálisak maradtunk, hiába vagyunk adott esetben sikeres üzletemberek, vagy sikeresek az élet más területein. A mi gondolkodásunk teljesen más. Az új generációnak pedig ez nem kérdés, hogy ők egy globális rendszernek a tagjai, ők európai állampolgárok, ezt ki is kérik maguknak. Hát én egy útlevél ellenőrzést szerezzenek, mert az a reflexem a szocialista időszakból, hogy egyenruha,
az elnyomás és hasonlók, de náluk ez hála Istennek nincs meg. Tehát ez szerintem pozitív. Ami kevésbé, az az, hogy és itt kapcsolódunk egy picit a Bori által említett témákhoz, hogy az esélyegyenlőség, mint szerintem egy szent misszió minden normális társadalomban, az nem tudom, hogy fejlődött-e eléggé. Tehát az, hogy egyenlő esélyek. Nem leszünk egyenlőek, tehát ugye bárki ilyesmit hirdet, az hazudik. De az, hogy egy fejlett társam az esélyt mindenkinek megadja ahhoz, hogy azt megvalósítsa, ami számára akár élettanilag, társadalmi, bármilyen módon lehetőség, az szerintem kötelező egy ilyen társadalomban. És ezt én nem érzem, hogy ez jó irányba menne. Hát ide kapcsolódik, mindig emlegetem a Romaster programot, a roma képzést, hogy nekünk van doktorát, PhD-zett roma diákunk, akit a középiskolától segítettünk végig. Ha nem segítjük végig, akkor nem tudotta volna ezt megcsinálni, de ennek automatikusan egyébként kellene, hogy legyen egy, mert ez, mi csak limitált számú gyerekkel tudunk foglalkozni, és nagyon fontos, hogy ez mindenkinek lehetőség legyen. Ha már a mentorálást említetted, és életműről beszéltünk arról, hogy milyen nyomot hagy maga után az ember a világban, akkor ennek azt gondolom egyetértetek ebben, hogy az alapja az a tanulás, tudás, a munka, kitartás, a teljesítmény és a siker, tehát egy merit alapú haladás előre az életben, mások figyelembevételével, empátiával. Sokan bizonytalanodnak el abban, hogy ez, amit mostanáig elmondtam, ez az értékcsokor, ez megfogadásra, követésre méltó és érdemese olyankor, amikor diplomatikusan fogalmazok, mások nagyon más tartanak értéknek. Mit tudnátok mondani, üzenni olyan fiatal vezetőknek, akik jó lenne, ha ezeket az értékeket tartanák fontosnak, amikor nyomot akarnak hagyni a világban? Hát az azonnali reflexem az, hogy lehetőleg nem magyar példákat nézzenek, vagy tegyenek maguk elé. Vagy ha ehhez ragaszkodnak, akkor legyenek nagyon szelektívek, tehát nagyon más a felépítése, mondjuk a legsikeresebb amerikai vállalatok, vállalattulajdonosok életpályáját nézve ezeknek a történeteknek, mint mondjuk a magyar történetek egy jelentős részének. Tehát itt a meritokráciára csatolnék vissza, ami a kérdésben volt, hogy egy picit, mintha megingott volna ez a meritokratikus gondolkodás, és kicsit jobban előtérbe került, hogy ki kinek a kie. Hozzáteszem egyébként, persze magyar irodalmat meg történelmet sokat olvasva, nincs új a nap alatt, azért ez valamennyire mindig így volt Magyarországon. Mindenkinek ajánljuk Mikszátot és Móricot. Bori? Én azt gondolom, hogy az érték az konstans. Tehát, hogy az embernek ez a konstanshoz kell jazodnia, és olyan példákat követni, ami e körül az értékrend körül működik. Tehát végülis mindenkinek a saját döntése, hogy milyen értékeket képvisel, és ebben lehet olyan magyar példák, akik is talán, és azért örülök, hogy én az életműdíjat megkaptam, mert nagyon sokan oda jönnek hozzám, és azért gratulálnak, mert azt az értékrendet tudtam követni, ami nekik is pozitív példa. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést! Business menü Bombera Krisztinával. Bori, a díjkiosztón a közönség állótapssal fejezte ki tiszteletét, szeretetét, köszönetét, és én azt gondolom, hogy azért volt, mert te az életed során rengeteg embernek segítettél, de a szakmai fejlődését, vezetői fejlődését, egy beszélgetéssel, egy jó tanáccsal, mentorálással. Az lenne a kérdésem, hogy mi a te motivációd ebben, és honnan veszed az energiát? Én nagyon szeretem az embereket, tehát azt gondolom, hogy minden, ha természetesen jön, akkor jó, és én nagyon sokat kaptam a mentoráltjaimtól az életem során, tehát ez nem egy irányú, hogy én valakinek tanácsot adok, én tanulok tőlük. Az életműdíjjal azt hiszem, hogy egy álmom valósult meg. Gyerekkoromban mindig arra vágytam, hogy középpontban legyek, és hogy megtapsoljanak, és az életemben most valósult meg először, és borzasztó sokat adott az életemhez.
Az egyik a mentoráltammal beszéltem, és kérdeztem tőle, hogy ő neki mi volt az álma gyerekkorában, és akkor ő elmondta, és visszakérdezte, hogy Bori, neked mi volt az álmod gyerekkorodban, és akkor mondtam neki, hogy de na, abszolút világos képen van róla, hogy az Almási Zsuzsa korcsolyázott, és a tapsol, utána megtapsolta a közönség, és valahogy ez volt bennem, hogy milyen nagyszerű dolog lehet ez, és hogy nekem most sose fog megadatni ez, és ezzel az életműdíjjal ez nekem most megadatott. Győri, elkötelezett vagy az etikus üzleti működés iránt. Miért fontos az átláthatóság, transzparencia az üzleti szektor számára, a vállalatok számára? Minimum azért, mert szerintem nagyon sokan, akik nem az üzleti világban élnek, már pedig ez a társadalom nagy része, egy kicsit olyan furcsával figyelik esetleg előítéletesen is az üzleti világot, és ez a minimum, amit megtehetünk, hogy könnyebbé tegyük a megértést azzal, hogy átláthatóan működünk, hozzáférhetőek vagyunk az átlagember számára, és meg tudjuk mutatni, hogy mi a tevékenységünknek, működésünknek a célja, és hogy ez hogy járul hozzá az ő jólétéhez, illetve a társadalom jólétéhez. A Menedzser Szövetség és a Granite Bank közös évmenedzsere életműdíj átadója Hegedűs Éva a forgatáson nem tud jelen lenni, ezért videóüzenetben küldte el a kérdéseit a díjazottak számára. Kedves Bori, életpályát példaértékű az egész menedzser társadalom számára. A hazai és a nemzetközi karrierutat során bizonyosan találkoztál kihívásokkal. A kihívásokba bele tartozónak érzem, hogyha esetleg ezt néha nehézségnek élted meg. Azt szeretném megkérdezni, hogy voltak-e ilyen kihívások, és ha voltak, akkor ezek közül melyek azok a legfontosabb tanulságok, amik számunkra is tanulságul szolgálhatnak? Én azt gondolom, hogy a kisebbségi érzést kell valószínűleg az embernek átlépnie. Amikor a Világbankban csatlakoztam ahhoz a csapathoz, ahol mindenki Harvardon meg Stanfordon végzett, és ugye én a magyar lány, aki egy olyan egyetemre jártam Amerikában, ami nem volt benne az első 10-be, csak az első 40-be, vagy úgy éreztem, hogy mindenki okosabb nálam. És az az igazság, hogy tudtam hozzáadni a csapat munkájához, de nagy kihívás volt, hogy elhiggyem magamról, hogy én is lehetek ugyanolyan jó, és hogy elfogadtassam magam. Kedves Gyuri, írásaidban, előadásaidban számos esetben érvelsz az etikus vállalatvezetői magatartás társadalmi jelentőségéről. Miközben nagyon sokat teszel azért, hogy a magyar társadalom elfogadóbb, befogadóbb legyen. Nagyon sok ilyen kezdeményezésről tudok, de te magad melyik ilyen irányú kezdeményezésedet tartod a legjelentősebbnek? Hát nem vonnék mérleget, hogy melyik a legeredményesebb. Egyrészt még mindegyikkel szeretnék sokáig foglalkozni, de talán a hozzám legközelebb álló, és amivel a legtöbbet foglalkozom, az Autisztikárt Alapítvány, és általában az autizmus és bármilyen fajta egészségügyi problémával, fogyatékossággal élő embereknek az esélyegyenlőség megteremtése, a fejlődésük, a terápiáik, és hát a társadalmi befogadás, mert sajnos még ez is téma. És ehhez azért meg szeretném elmondani, hogy én nagyon sokat tanultam a Gyuritól, és nekem nagyon fontos az autisztikáknak a támogatása, és ez egy hosszú folyamat volt, amíg én is megértettem, hogy ez miért fontos, és hogy miért kell támogatni. És miért fontos, és miért kell támogatni? Mert azok a gyerekek, akik autizmussal születnek, azoknak nincs meg az a háttérrendszerük Magyarországon államilag, amit a szülők nem mindig tudnak megengedni, és ezért nagyon fontos, hogy tudjunk annyi anyagi hátteret adni mögéjük, ami ezt biztosítja számukra. Business menü Bomber a Krisztinával.